Főelőadója Sivaram Swami lesz. Megkérném Sivaram Swamit, hogy jöjjön fel a színpadra. És még én bemutatom őt, addig egy kis technikai kipróbálás esetleg megtörténhet. Sivaram Swami a Krisna Tudatú Hívők közösségének vezető lelkésze. Vaisnava teológus, aki a Krisna Tudat nemzetközi szervezete alapítójának, Észi Bakkvédanta Swami Prabhupádnak a közvetlen tanítványa. Egyházvezetői és lelkészi szolgálata mellett jelentős vallásfilozófiai művek alkotója, eddig 7 könyve jelent meg magyar és angol nyelven, a Bódhia Vaisnavizmus tárgyában. A Magyarországi Krisna Tudatú Hívők Közössége Sivaram Swami lelki erejének és szakértő vezetésének köszönhetően a másfél száz bejegyzett egyház közül ma a negyedik. Magyarországon két nagy templommal, vidéki központokkal, saját államilag akkreditált főiskolával, aki a szervező Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, valamint egy ökofalmal rendelkezik Somogy Vámoson. Felkérem Sivaram Swamit, hogy tartsa meg előadását. Köszönöm szépen. Jó napot, kedves vendégek! Ez a címe a mai előadásnak. Egy kapcsolatot a társadalmi etika és a válság között bemutatni. Hogy válság, mostani gazdasági válság, vagy válság általában, annak lenne kettő oka. Egyik mondjuk a mechanisztikus okozat, hogy miért történnek dolgok, és egy másik, egy mélyebb, egy etikai ok, amit még, hát most használom ezt a szót etikára, fogjuk látni, hogy mondhatjuk egy igazi lelki ok, amire szükséges lenne egy másféle paradigmaváltozás, de erre majd fogok beszélni. Már ma is hallottunk Alan Greenspanről, aki a Federal Reserve kormányzó tanácsának volt elnöke. Egy pár hónapja BBC be így nyilatkozott, amíg nem jövünk rá arra, hogy hogyan tudjuk megváltoztatni az emberi természetet, addig még több válság lesz. Ezt a kihívást szeretném válaszolni a védikus szempontjából, filozófiának a szempontjából. És ezt adtam, mint cím, hogy ez az a üzenet. Hogyha önök ezt az egyik dolgot emlékeznek, amikor legalább ennek a előadásnak vége van, hogy nekünk szükséges, mint egyének, szükséges, hogy valahogy a természetünkön tudjunk változni. Hogyha nem változunk, volt válság, lesz a válság. És van. Hiszen nem egy vita, létezik gazdasági válság most Magyarországon. Egy pár adat, az sokkal több vannak, mert hogy önök is jobban ismerik ezeket a statisztikákat, mint én. De ugye 25% a munka nélküliség ráta fel, azon kívül 25%-a ugye is a lakosságnak az összes hitele. De, hogy már ezt a következő számot is hallottuk, hogy a GDP az megcsökkent mondjuk körülbelül 9%-a. Magasabb az életszín. Kevesebb pénzt kapunk, kevesebb emberek dolgoznak. Egy fenntartható rendszer, ez egyik perspektíva. És persze van végtelenül sok, amin át láthatjuk a jelen helyzetünket. De mi az oka? Miért van? Már ezt is fogom ismételni, már erről is hallottunk. Azért, mert mint egyének, és ugyanakkor, mint országok, ugye a világban el, a áruciket akarunk, több áruciket akarunk.
akarunk, mint amennyi erőforrásunk. Most nem csak arról van szó, hogy most ki fog mennyit bevásárolni karácsonytól, vagy hogy minden 3-6 hónapban szeretnék cserélni a mi mobiltelefonunkat, de csak ahogy élünk, ez már túl van azon a határon, mint ez a kis bolygó, ez a föld, ahol vagyunk, nincs annyi forrás ezeket a dolgokat lefedni. Még ahogy most, és akkor nincs szó arról, a több körülbelül 3 milliárd emberről ezen a bolygón, akinek ugyanúgy akar élni, mint az európaiak és az amerikaiak. 1958-ban egyik ismerősünk Amerikában, amellett, hogy UN-ben verte a cipével a táblát, egy bölcs dolgot mondott, amikor fák nem nőnek az égén. Fal, mire van a fának szüksége? Arra, hogy nőjön, szükség van, és víz, és szükség van, hogy napfény van. De korlátozzák önmagukat a fák, hogy magasan nőjenek. Nem, hogy csak azért, mert ott van a nap, akkor fogunk 93 millió mérföldig nőni, és akkor olyan fák vannak. Nem, nem létezik. És hogyha lenne, mi történik? Hát ugye a gyökér infrastruktúra az fogja biztosítani, hogy valamikor kidő a fa. Nem csak örökségülni. Röviden ez volt Kristjánnak a üzenete. Van egy határa, a gazdagság. Ami azt jelenti, hogy ugyanakkor van egy határa annak, hogy mennyit mi birtokolhatunk. Ezt a határt már túlléptük. A kérdés az, hát jó, az akkor most meg kellene állni abban, mennyi van, és akkor, ahogy most vagyunk, hát jó, meg tudok élni, hogy itt 2009-ben ezen a szinten vagyok. De a tény az, hogy már rég határ. Ez a válság egy következménye ennek a határnak. Ugye emberek 95%-a le vannak foglalva olyanféle dolgokat állítani elő, ami nem szükséges. Mondhatom egy ilyen nagyon abszolút szempontból, hogy fölöslegesek, legalább fölöslegesek, olyan perspektívából, hogy mire van szükség. Nem ennivaló, nem víz, nem a mindenes ruha, mire van szükség, tüzelőfa, vagy arra, hogy legyen egyféle fejünk fölött. Hanem annyiféle más dolgok, számítógépek, milyen olyan dolgok. Persze végtelenül lehet vitatkozni, hogy ez hasznosak, haszonra rakjuk, de nem szükségesek, nem abszolút szükségesek. Ezt a számítógépet nem tudom megenni, sem nem tudom ezt megenni, sem nem tudom megenni, de kenyeret és almát tudok enni. De nem erre fektetjük be mi az energiákat már, és nem tudom, is fektetjük be, nem vagyunk közvetlenül kapcsolva ezekkel a dolgokkal. Fejlett nemzetek, a fejlett nemzetek rabszolgálják. Arról, ez a élet szint, ahol most nekünk szükséges, hogy legyenek olyan helyiségek, olyan országok, amik termelnek azokat a dolgokat, amiknek van szükség. Hát Magyarországon gyerekek szeretnének cukorból élni, de nem egészséges. Nekik meg kell importálni mindenféle zöldséget, gyümölcsöt, nem tudnak megélni cukorból. Ezek, ahogy mondjuk, már túlélni. Itten csak
15 másodpercben, ahogy most beszélünk, egy gyerek halasz, egy tisztelő lobbiz. Aztán ezt nem számolni a másik 5 millió, nem is megfelelő. Ennyi van. Ahol most vagyunk, már igazából túlléptük a határt. Ennek van egy ok, hogy maguk vagyunk. Ez most nem hír, hogy sima. Mennyire változott az életmódunkra, mennyire vettünk ismerve mások világban azért, hogy mi éljünk, ahogy élünk. És nem csak maga vagyunk, az még egyik dolog, hogyha kirakok valami ennivalót ide, a földre jön egy dolog, csak annyit el, amíg eszik, amíg elálljul, de csak annyit fog enni. Mi egy kicsit többig viszik ezt a dolgot, van egy terhetetlen módos. Pár napja beszéltem egy vendéggel, és feljött a téma, hogy elképzelhető, hogy 20-25 év múlva egyik más, ami van, hogy igaz-e vagy nem, de mint példa az volt, Európában mindenkinek egy liter tisztítóvíz, fürdővíz. 20 év múlva? Hát én hány éves vagyok akkor? Szóval már rögtön csak elmondta, hogy ő életben lesz-e, itt lesz a Magyarországon, vagy nem. Hogy mi fog történni a többiekkel, nem volt az első gondolat, csak ezt leszek én 20 év múlva. Nos, nekünk van ez a módosság, és azért megint az üzenet, Greenspan úr ezt mondta. És valahogy ezen a természetben nekünk szükséges változni. Mert más válságok. Na vannak jogosok. Ökológiai válság, emberi válság. Mit csinálunk? Mi még 3 milliárd ember ennek a századnak. Hogy most is nem tudjuk mit csinálni a hattal. Ugye gazdagsági válság most, de nem így. De ez is tudjuk. És persze háború. Anyukám, amikor beszélek, 90 lesz 94 éves, sikerült túlélni, és ő mindig mondja, második, mert olvasa a televízió, hallgatja, látja, hogy mi történt. Második világháború az volt a motto, végre nem tanult. Nem lesz több háború. Tudod, ami volt? Csak öltük, és gyilkoltuk. Szóval erőforrásunk, mint amennyi van. És ez igazából egy tény. Korábban hallottam egy számot, hogyha mindenki magyarokat, mindenki a világ úgy élne, mint az amerikai, a jelenlegi 6 millió ember ezen a földön, elhagy föl, mert annyi termékre lenne szükség, annyiféle elhagy van szükség, ami 6 ilyen oldó termék. Tehát nincs az, csak egy van. És akkor mit fogunk csinálni? Valamire szükséges, hogy mi változunk. És akkor a kérdés az, hogy ez a féle paradigmaváltásra hajlunk-e belé. Készen vagyunk-e? Mivel kezdődik ez a paradigmaváltás? Hát abban, hogy elfogadjuk, hogy mi vagyunk a probléma. Mi egyének, emberiség, mi vagyunk a probléma, mi vagyunk az ok ezeknek a válság. Az azt jelenti, hogy ha mi vagyunk a probléma, akkor nekünk kell változni. Ez sem mindegy. Itt, amit szeretnék javasolni, hogy most milyen irányba kellene nekünk változni. Ez egy másik javaslat, ami igazából már Sanyi Gábor, amikor befejezte az ő előadását,
említette ezt a témát, nekünk szükséges igazából egy másféle paradigma, egy paradigma, ami elkezdődik egy ilyen kifejezéssel, nem ez a test. Ez most egy filozófiai kifejezés, ami hallható a védikus szentírásba, de ez kihívni, hogy a mi önazonosságunkat változunk meg. Képzeljünk el magunkat, hogy más vagyunk, mint ez a test. Ez most nem egy eltérzelés, hanem is filozófiai és logikai gyakorlaton szeretnék mindenkinek. Mindenki ül, ön hallanak, látok, én hallok, én látok, tudatos vagyunk, egy ez közös időnek, ez közös mindenkinek, mi mind tudatos vagyunk önmagunkról is, és tudatos vagyunk arról, hogy ahogy is ismerjük magunkat, ahogy tudatos vagyunk magunk ebbe a percbe, ahogy tudatos voltunk magunkról, 30 évvel vannak, 50 éve tudatos voltak magukról. Ugyanakkor látjuk, hogy a mi testünk változott. Ahogy gondolunk változott. Szóval tudatos vagyunk, a mi testünk változik, a mi elmélyesünk változik, mondhatjuk az elmék, intelligenciánk, de tudatos vagyunk arról, hogy mi nem változik. Ennek mi a logikus következmény? Hogy mi nem változik. Azt jelenti, hogy mi valami más vagyunk, mint ez a test, mert másképp ez az állandóság, amit mi tapasztalunk, ez lenne ott, hogyha mi a test lennénk, akkor minden percre, de legalább hosszabb időszakaszban látnánk, gondolkodnánk, hogy hát igen, én más vagyok. De nem, nekünk van egy tapasztalat, ami egy, ami is és érezzük, van ott valami eszenciális, állandó, nem változó dolog, ami nem változik. Ez a mi tudatunknak a forrása. És erre most fogom használni ezt a szót lélek, de nem egy hallás, hanem egy lelki kontextusban, amit majd szeretnék. Ha gondoljuk, hogy igazából, hogyha nem vagyunk ez a test. De ez az egész válság, ezek a problémák, amit látunk ebben a világban, egész azt a kultúra, amiben belefüggünk, ezt hogy nekünk kell táplálni, elégedetté tenni, függünk a nyelvünket, az érzékünket, a testünket. Amikor megértjük, hogy nem vagyunk ez a test, akkor látjuk, hogy van egy másik irány, amiben a mi szükségleteink van, ez a lelki irány. De menjünk egy és következő előre. Hogyha értjük, hogy igazából mi lélek vagy, és ez a azonosság, akkor a lelki szükségletei szükséglegesek, és a testi szükségletei. Példát tudok adni, hogy egy ruhát. Mindenkinek van egy ruhát. Viseljük a ruhát. Mennyire gondoskodunk a ruhát. Amennyire van szükség. Minimum. Ez hasonló, mint a léleknek a ruhája. Amikor értjük, hogy az azonosságunk a lélek, és nem a test, akkor tudjuk, hogy csak azt kell adni ennek a testnek, ami szükséges. Nem igény, amit csak az, amire szükséges van. A igazi azonosságom a lélek, most ezt kell nekem megtudni. Ez az, hogy mi a szükségletei igazából a lélek. És ez lenne a válasz, ami Greenspan úr kérdezte ezt a kérdést. Így a testi szükséglete minimális lesz, nem maximális. Mert most az irányba megy, hogy legyen mindig több és több és több. De mi a léleknek a szükségletei?
nem a lélek önmaga nem függ anyagi dolgok. Testünk változik, mi állandó maradtunk. Egyik perspektívból lehet is látni, a testünk meghal. Többször meghal. De mi maradunk állapot? Az azt jelenti, igazából mi még független is vagyunk, mint ezektől a félváltástól. Amire szükséglete a léleknek, az igazából a lelki tudás. Nekünk szükséges, hogy tudjuk, hogy ki vagyunk. Sajnos ez egy dolog, amit mostanában nincs oktatva. Sehát. Amikor a vallásról beszélünk, mondjuk, szekuláris világban élünk, ezt a tanítóval tanítsák be, most nem erről van szó, se is fogok jönni, de szükséges az a rendben. Szükséges, hogy értjük, hogy mi ki vagyunk. Keresztény tudatos, egy hindu tudatos, egy zsidó tudatos, atya tudatos. Mindenki tudatos önmagára. Transzendentális tudás az egy kicsit, mint csak a lelkes. Transzendentális tudás az, hogy mi az én kapcsolatok lelkek, lélekkel, és minden kapcsolatom ebből a lélekkel, ami azt jelenti, hogy nekem kell tudni, hogy mi a kapcsolatom ennek a világnak a teremtőjével is. A legfelsőbb lélek mozdul, ennek a világnak van élete. Honnét jön? Mi az az élet? Ki az az élet? Az a kapcsolat, abban a transzendentális személlyel, az transzendentális. De ugyanakkor a lelki személy az, hogy önfegyelemről is van szó. Nekünk kell tudni, hogy fegyelmezünk magunkat. Sokan elfogadják, nem tudom, hogy mindenki, de sokan elfogadják, hogy ugye, a válás, csak úgy tudjuk elkerülni, hogy megváltozunk. Hogy viselkedünk. De hogyha nem tudjuk meg, hogy hogy kell magunkat, akkor hogy fogunk változni. Ugye? Szükséges, hogy ez egyféle dolog. Mostanában tartunk, és ahogy mondtam, ez a mohóság, a ellen irány. Ahogy ami érzed, jó, csak csinálj azt. Amire van neked vágyad, legyen. Neked nincsen jobb mindenre. Fegyelmeztetni magad. Ha most mi csinálunk, olyanféle dolgok van, ami befér a jobb dolgokba, te nem lophatsz, te nem gyilkolsz, egy szintű, ez nem elég. Mert ellenfél a válságot. Ezt is meg kell tanulni, ez a léleknek a szükségben. Ugyanakkor szükséges, hogy tisztítsuk a lelkünket. Mert amikor ezekről beszélünk, és igazából itten lélektudomány, akkor ez már csinálás. Mert ezek a dolgok, hogy lélek vagyunk, tudatos vagyunk, hogy kell nekünk egymás, és a világ közöttünk is, egy vallás, ez talán minden vallásban, de még azokat élők is tudatos élő. Nem ez a test vagyok, ez megjelentő
sajnos ez a mi modern önfegyelem. Akkor tanulják, csak azt kell, szükség van a testre. Ha látjuk, hogy igazából a létezés, ez a fontos az életre, ez amiben én leszok, akkor én szavam, hanem fogok idézni, egyik Upanishadokban leírva, egyik, ami úgy van hívva, hogy egy isopánisát be, és ezt mondja, ez így szanszkrit magyar, isávasszani és amit minden másról tartozik, hogy a kurván, hogy ez kihez tartozik. És az egy féle vélemény, és azt mondja, hogy tulajdonos, ki tulajdonos. Azért ez a nevetőség. Szóval itt van egy mi a mi kvótánk? Mit jelent ez a szó? Mit jelent, hogy mire van nekünk? Első egyféle kérdés, hogy Isten kölcsön ad. Mert még ki ezt a szót Isten. Egy dolog az biztos, hogy ami nekünk itt van, az kölcsön. Jöttünk semmivel, legyünk semmivel. Nem? Szóval most ateisták vagyunk, vagy hívők vagyunk, senki nem tulajdonos. Amikor jöttünk ebbe a világba, semmi mesztelenül jövünk, és ugyanúgy fogunk elhagyni. Szóval ami itt nekünk van, nem a miénk, hanem kölcsön kaptunk, hogy jól használjuk. Én nem jöhetek be valakinek az otthonába, leülök, kezdek. Szóval első dolog, hogy nem a miénk, hanem Isten. És elfogadom az, ami szükséges. Mi az, ami szükséges nekünk élni? Ez saját magam egy hosszú előadás. Érdemes erre gondolni. Mi az, ami szükséges az, hogy már túl sokat is Európában, nagy probléma. Ahol más helyen a világon, mondjuk a emberek nem esznek el, mi a probléma.
esznek, sokat esznek. Mi az, ami szükséges? Ami igazából nekünk. Mit jelent ez a illet? Vannak egy pár más. Ami a felszerűen a végzésből. Hogy milyenféle munkát csinál szüksége, aki a világban nem szükséges. Milyen mindenkinek a természet? Ugye, az a természet alapon, hogy inkább azt vizsgáljuk, és annyiféle munkát csinálunk emberek, amit szükséges. Mert ahol ő szokott végezni, akkor abból mi egy legelőtt csinálunk arra, hogy itten legyen füzet, azt a kettőket és persze meg az állatok lelegedik a legelőtt és a végeredmény. Ne legyen a mi elvés az, hogy valaki más szemre. Ne legyen az a következmény. Ez jelent fogóta, azt hiszem, hogy az emberek el. És ugye, hogyha többre vágyunk, van szükség, mint fogótánk, akkor viszont ez a lóvóság. És ez a lóvóság. Kihívás, itt nem voltak ezek a javaslatok. És kérdezte, ugye, ezt itt találja ki, hogy mi ez a rendszer. Nem ugye van az, már halált tudunk. Azt a féle,
ez a mi esztét. Mi valami azonosságunk az, és látjuk, nem szükséget munkámat, azt a tervezetet, és látjuk, van egy olyan féle, amennyire több van. Mezei Balázs filozófus, ez egy egyetemi tanára főtudatási területe a az etika, munkája. Azért.
helyzet, mert a horgonyi és igazából mi az hogy ezzel tudunk-e van. A kereszténység hatik. A testnek van egy csak
És azt mondjuk,